Túri György a török hódoltság idejének egyik legkiemelkedőbb alakja. Halálának 445. évfordulóján Várpalota, Orosztony és Nagykanizsa polgármesterei kiáltványban rögzítették a végvári ős emlékének megőrzését. Az okirat aláírására szervezett ünnepségen részt vett Cseresnyés Péter államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is. Nem csak Túrinak, hanem mindazon végvári vitéznek a példája jelenkorra is üzenetet hordoz magában, akik annak idején a török birodalom hódítása ellen harcoltak, vagy próbálták megállítani a végvári vonalban őket, és sokszor bajvívással, sokszor egy-egy vár megvédésével sikerült ezt megtenni. Túri volt az, aki az őseihez hasonlóan katonának állt, és védte a hazát a külső támadás ellen, és legendás várkapitányként vonult be a történelembe. És azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy az ő története, az ő munkája, az ő harcai hozták össze ezt a három települést ma, és remélem, hogy egy hagyományteremtő céllal jött létre ez a találkozó, hisz Orosztony, Várpalota, Palota, hisz palotai kapitány volt Túri és Nagykanizsa, ezzel egy évekre előremutató együttműködésbe kezdhet, egy túri kultusz felépítésében, amelyik példát mutathat nekünk ma is, egy hódítás, nem csak egy területi hódítás, hanem egy eszmei hódítás ellenében is, hisz napjainkban is aktualitása van az európai értékek megőrzésének, a kereszténység megőrzésének, bár most nem fegyverrel, de mindenképpen valamiféle összefogással kell ezt megtenni. És mind ahogy ez a középkorban, Túri korában nagyon nehezen ment az európai államoknak, úgy néz ki, hogy ma sem ismeri föl jó néhány európai állam a saját nemzeti, vagy éppen a közös európai érdekeit, és erre kell felhívni a figyelmet egyébként a napi politizálással, vagy esetleg a történelembe visszatekintéssel, a történelem tanításaiból való okulással. Erre Túri példája nagyon jó, hisz kik is ölték meg őt? Azok, akik idejöttek pár évtizeddel korábban, berendezkedtek Magyarországon, mészároltak embereket, robbogattak várakat és városokat, gyilkoltak, és itt, miután megpróbáltak berendezkedni és be is rendezkedtek, a saját hazájában csalták tőrbe Túrit, és mészárolták le vitézeivel együtt. Hogy ez ne következhessék be, legalábbis a határainkon belül, erre figyelmeztet bennünket az ő példája, és erre kell, hogy figyelmeztessük saját magunkat és kortársainkat, hogy ez ne is fordulhasson elő, még hogyha a helyzet most nem is úgy néz ki, hogy erre van szükség, de az a népvándorlás, ami megindult, az arrogáns, sokszor agresszív viselkedés, amely a kvázi megszállóktól, amit a megszállóktól tapasztalhatunk, abba az irányba mutat, hogy figyelnünk kell a történelemre. A mai generációnak mit üzen ezeknek a hősöknek a megismerése, a gyökerek újra felfedezése? Az, hogy a saját közösségünket, a családunkat, a nemzetünket védeni kell, mert csak abban az esetben adhatjuk tovább azt az örökséget, amit mi az eleinktől örököltünk, ha ez a jelenkorban nem változik meg, és azokat a hősöket, akik segítették azt, hogy egyáltalán mi ezt a hagyományt megkaphassuk és őrizhessük, tiszteljük. Túri példája talán az volt, akire emlékeztünk is, meg nem is, mert a politika azért sokszor beleszól abba, hogy kit tisztelünk hősként. De azért én visszaemlékszem arra, hogy ha jól emlékszem, 1971-ben ugyancsak egy ilyen emlékév kapcsán elavatták föl a Túri szobrot a Túri téren, a keleti városrészben, és hogyha személyes élménnyel szabad bárkit is untatnom, akkor szeretném elmondani azt, hogy Bárdos Lajos Csizmaria Ferenc tanárúrral együtt írt egy kórusművet erre a szoboravatásra, és abban az énekkarban, amelyik elsőként adta ezt a kórusművet elő, abban én is talán hatodikasként énekeltem, úgyhogy Túriról nekem az első komoly emlékem ebből az időből való. Itt most ezen az ünnepés alkalmon együtt aláírnak egy kiáltványt a három város Várpalota, három község Várpalota, Orosztony és Nagykanizsa között. Ez az együttműködés esetleg segíthet-e abban, hogy bár itt a várnak csak a maradványai találhatók, hogy az idegenforgalom szempontjából jelente ez valamit a városnak? Várpalota polgármester azt mondja, hogy régóta ismerem, sokszor beszélgettünk is akkor, amikor ennek a szervezésnek nekiálltak, megkeresett engem és beszéltünk.
beszéljünk néhány szóba a lehetőségekről találkozó kapcsán, és mind a ketten megállapítottuk azt, hogy ezt hosszabb távra kellene tervezni, és abban az esetben, hogyha ez egy komoly együttműködéssé alakulhat, akkor a két város akár közös rendezvényekkel, turisztikai látványosságokat, turisztikai fesztiválokat tud, vagy olyan versenyeket tud rendezni, ami az országos turisztikai térképre is segíti felkerülni a két várost. Ha más komoly eredménye nem lenne, mint ahogy ez nem igaz, hisz a történelemben való visszatekintés mindenképpen egy óriási eredmény, abban az esetben ez is nagyon komoly eredmény jelentene, hogy a turisztikai látványosságokat, a turisztikai lehetőségeket turi munkásságából, turi történelmi múltjából ki tudnánk emelni, és a két város jelenébe, vagy éppen jövőjébe tudnánk illeszteni. És hát nagyot kell álmodni, mert már évek óta álmodunk azon, hogy valamikor valamilyen nagyságú, de bejárható lábbal, bejárható, nem csak szemmel megtekinthető Nagykanizsavárad, vagy Kanizsavárat fel kéne építeni, és azt hiszem egy-egy ilyen rendezvény, egy-egy ilyen együttműködés, egy-egy ilyen távlatnyitás, egy-egy ilyen tervet vagy tervnek megvalósulását nagyban tudja segíteni.